A Kultúrösvény következő adásában Tisza Péter falvára látogatunk egy hagyományőrző májusfa állításra. Majd Szalókán részt veszünk egy igazi magyar lakodalmas hangulatot idéző vőfé találkozón. Beszámolunk a Szóla Fülemüle népdaléneklési verseny döntőjéről. Adásuk befejező részében Blanár Dávid gitárossal, a Váralja kávézóban közelmúltban debütáló formáció egyik alapítójával beszélgetünk. Színes szalagokkal, virágokkal díszített fák a lányos házak kapujában. Tisza Péter falván így köszönt be mai napig május 1-e. Jeles nap ez a néphagyományban. A fiatalság tavaszi örömünnepe, a májusfa állításának ideje, a zöld ág a természet megújulásának a szimbóluma, valamint a lányoknak szánt szerelmi ajándék. A környéken járva az idősebb generáció is szívesen emlékszik vissza erre a szép udvarlási szokásra. Éjfélkor elindultak, először májusfát szedegettek ki, miért tudott, és akkor leszúrták nekiek a kerítés elébe, felrakták, amit csak tudtak, szallagokat, virágokat. Már az utolsó időkben csokit is, meg még pezsgőt, ilyeneket is. Nagyon régen az még nem volt csak a májusfa, de most már az utolsó időkben ilyenek is voltak, felöltöztették teljesen a fát, még ha nem kaptak szép fákat, mert direkt mentek, és amikor, amelyik nyitott, virágzott, olyanokat vitték. És akkor levágták a gyümölcsfáknak a tetejét, hogy menné szebb legyen annak a kislánynak, és akkor éjjeli zenét adtak. Mindenki vágyott rá. Az egy örvendetes volt, és nagyra voltak a lányok vele, hogy van a volt, akinek kettő, három is volt. Azért, hogy a régi magyar néphagyományok ne vesszenek feledésbe, a Kokasbanda Táncházzal egybekötött májusfa állítást szervezett az általuk működtetett zenede udvarán. Már Tisza Péter falva környékén máig élő hagyományról van szó, mégis fontosnak tartják, hogy a kisebbek ne csak halljanak erről az ünnepről, hanem maguk is részesévé váljanak a titkos faállításnak. Ez egy élő hagyomány itt nálunk Tisza Péter falván, meg a környező magyar falvakban is, ugye, hogy májusfát állítanak, vagy virágkosarat visznek a lányoknak, a kiszemelt lánynak a legény, és hát szeretnénk kiáltatni, mert ez az egyik ilyen zenés, énekes mulatságunkhoz tartozik, és szeretnénk, ha a gyerekek is tovább vinnék, és majd a gyermekeiknek is átadnak, úgyhogy ezért tartottuk van, és szeretnénk minden évbe, ezért hívtuk meg a környező falvak kis iskolásait, óvodásait, egy kicsit mindenki mutatkozzon bele, és érezze jó magát ezen a gyönyörű népszokásunkat, élje meg élő hagyományként. Az ifjak már jó előre kiválasztották a májusfának való zöldágat, melyre zenekari kíséret és nótaszó mellett kerültek fel a színes szalagok és lufik. Régen a májusfák kivágása, szállítása, hajnali feldíszítése a legények közös, bizalmas feladata volt. Igazi csapatmunka. Májusfa csak abból a fából lehetett, amely sudár, magas, fiatal ágait pedig virágok, zöld levelek borítják. A májusfáról igazából annyit kell tudni, hogy mindegy, hogy milyen, csak a legszebb legyen. És azok úgy szokták a leginkább, hogy előtte a legények több nappal már kimennek, és még nem csak a lányos háznál őrzik, már kint a nálunk jobb esetben a Tisza parton is őrzik, mert hát ugye a legszebbeket mindig hamarabb elpróbálják kapdosni a legények. De amint láthassuk, hogy ez a fa fel van díszítva nem csak a saját virágá által, hanem a legények, amit felvágtak, salangokat, szallagokat és egyéb virágokat, amit lehet szedni a faluba. Ilyenkor azt a tulipán, orgona, amit össze tudtak szedni a legények, azt kötözték fel a fára. Legelőször, amit kötöttek minden fára, ugye az orgona, és ahogy korosodott, ahogy több év eltelt, akkor már jöttek a szallagok, és ahogyha már ténylegesen
ki volt nézve, és már nem csak a barátnője volt esetleg, nem csak udvarolni járt, hanem a jegyese volt, akkor már megjelent az ital is a fa tetején. Udvarlási szándék komolyságát bizonyította az éjjeli zene. A májusfa állítást követően a legény fogadott zenészek segítségével ment el a kedvese ablak alá, és előadatta vagy maga énekelt el az ideillő nótákat. A szerenádozásnak, illetve fogadásának is megvolt a maga menete. A legények ezzel fejezték ki, meg hát a férfiak a nők iránti tiszteletüket, és hát szimpátiájukat, szerelmüket. Vannak kimondottan május éjszakai, meg hát ilyen szerelmes, meg hallgatókat, aztán hát van egy rendje a május éjszakai muzsikálásnak, hát hallgató, csárdás, aztán egy kis friss nautát, így szoktuk muzsikálni. De amikor már kezdett besötétedni, akkor indultak meg a legények elfele. Hát mindenki, az az igazság, hogy mindenki éjfélre szeretne a kedvesének, de hát éjfél az csak egyszer van, de hát reggelig szokott tartani, sötétedéstől reggelig. A májusfa állításának ősi szokása csupán egy a sok közül, amit ismernie kell minden magyar gyereknek. Fontos, hogy a felnövekvő nemzedék is megszeresse, magáinak érezze ezeket az értékeket, hogy később ők is tovább vihessék, vélik a szervezők. Szalóka egy magyarok lakta kis község Kárpátalja szívében. Több évvel ezelőtt itt vette kezdetét egy nem mindennapi kezdeményezés. Az emberek összefogásának köszönhetően 10 évvel ezelőtt itt rendezték meg az első vőfély találkozót. Idén ismét ez a térség adott otthont a jubileumi eseménynek. Mi nagyon jó néven vettük ezelőtt 10 évvel, mikor megszervezték a vőfélyek, és falunk szülött ugye Bacskai Béci kezdeményezésére. Összejöttek határon innet is tóról, és merem állítani mai napig, hogy ez volt a leggazdagabb vőfély találkozó Szalókán, és a környező településeket is egybevéve. Hiszen több mint 20 vőfély érkezett az első találkozóra. Itt a falu összefogott, ez különben ránk ez lehet mondani bármilyen esemény kapcsán, hogy Szalók ez nagyon összetartó közösség. És mindenki, ifjak, idősek összejöttek, és eljátszottuk az igazi lakadalmat. Hát nagyon megható élmény volt ez a közösség számára, mint régen összehordtak tyúkot, tojás, lisztet, ahogy illik egy igazi lakadalomba. A rendezvény a Szalókai Kultúrház udvarán egy tölgyfa, a vőfély találkozó fájának elültetésével vette kezdetét. A munkából az esős idő ellenére mindenki kivette a részét. Egy rohanó, felgyorsult világot élünk, az emberi kapcsolatok kezdenek megszűnni, inkább internet, telefon, egy-egy lájkkal, egy-egy integetéssel le tudják a személyes kapcsolatokat, és az emberek nem állnak le beszélgetni, nem beszélnek a nagyszüleik, dédszüleik hagyományairól, emlékeiről, és akkor én minden el fog szép lassan veszni, és ezt próbálom egy picit én is fenntartani ezekkel a vőfély találkozókkal, amiket szervezek, vagy amikre elmegyek, hogy ne hagyjuk elveszni a múltunkat, mert a gyökerek innen erednek, és nem szabad. Az a legfontosabb, a gyökér. Igyekszem meghagyni a régi dolgokat, igyekszem a hagyományokat feleleveníteni, vagy elmondani az ifjú pároknak, de valóban egy kis modern vonalat is megpróbálok belevinni. A vőfély találkozó nem titkolt célja közvetíteni és átmenteni a mai kultúra számára azokat a népművészeti értékeket, amelyek az emberi élet fordulójának jeles eseményéhez kapcsolódnak. A fiatalok, akik szeretnek mulatni és mulattatni, lelkesedést kaptak ahhoz, hogy jó ez, hogy segíten az ifjú párnak a lakodalom levezetésében, hiszen hát az emberi élet során egyik legfontosabb esemény ez a lakodalom, a házasság, amiben ha tudunk segíteni, és akinek ez a szándéka van, akkor ez nagyon jó dolog, hogy egy másiknak egy örömet tudunk szerezni. Szerintem ezért kaptak a fiatalok is örömet, viszont észrevették, hogy tanulhatnak, az első alkalommal nagyon sokan voltak idősebbek, tanulhatnak tőlük, és így ötletszerűen jött, hogy eljönnek a rendezvényre.
vőfé találkozót az elmúlt évek alatt forgószínpadszerűen valósították meg, így igyekeztek bemutatni a résztvevők Kárpátalja minél több községének lakodalmas szokásait. A rendezvényre a kárpátaljai vőfélyek mellett a Vajdaságból, a felvidéki Dobóruszkáról, Nagyecsedről és a Magyarországról is érkeztek lakodalomvezetők. A vőfé az egy esküvői menedzser, egy supervisor, erre nem nagyon tudok más szót mondani, aki rendezi, szervezi, megtervezi a lakodalomnak a napját, levezényli a programot, végigvezeti az ifjú párt ezen a dolgon. A vőfé második feladata pedig az, hogy a hagyományokat őrizze, betartsa és betartassa, és a tájegységnek megfelelő kulturális színezetet adjon neki. Úgy szoktam mondani, hogy én modern, fiatalos, de nyomokban hagyományokat is tartalmazó lakodalmakat csinálok. Erre van igény, piaci igény. Igazából felismerik azok a párok, akiknek lehet, hogy már nincsenek is falusi gyökereik, esetleg csak nagymama él vagy élt valamikor vidéken, de felismerik azt, hogy elkezdik szervezni a lagzit, megvan egy helyszín, megvan a zenekar, a ruha meg a torta, de fogalmuk sincs, hogy minek kellene történnie. És ilyenkor rájönnek, hogy hát meg kell keresni egy szakembert, aki ehhez ért, és így jutnak el különböző vőfé kollégákhoz, vagy ceremóniamester kollégákhoz, és így jutnak el hozzám is. És akkor segítek nekik megtervezni, hogy az, ami az ő fejükben most még egy ilyen távoli, ködös körvonal, az hogyan válik valósággá. Hogy tartsa meg önöket a barátság és a szeretet, hogyan a gazdagek tartják meg a rabló, lovagvár kindját? Fazekas Attila állandó résztvevője a lakodalmas fesztiválnak. Az ő életére is nagy hatással volt a legelső vőfé találkozó. Az első esküvő után jöttem ide, nulla alvással vőfé találkozóra, és az nagyon nagy büszkeség volt nekem akkor 11 évvel ezelőtt, hogy részt vettem egy olyan találkozón, ahol tapasztalt vőfélyek vannak. Én ugye az első esküvőn voltam túl, szó szerint. Szombaton lement a rendezvény, vasárnap már én itt tojáshéjjel a fenekemen vőfének tartottam magam. Rengeteg tapasztalatot, barátságot szereztem, ugye hatalmas indulás volt az, hogy a vőfé találkozón meghívást kaptunk a Kárpát-medencei vőfé találkozóra Földesre. Ott több mint 100 vőfétől volt lehetőségem már az első évben, amikor elkezdtem tanulni és kapcsolatot teremteni, úgyhogy úgy érzem, hogy enélkül nem ment volna. A vőféknek is kell egy alkalom, amikor össze tudnak gyűlni, mert ugye amikor vőfékedik az ember, akkor az ország, vagy esetleg a járás, régió több pontján van, nem tudnak úgy tapasztalatot cserélni. Itt van rá lehetőség, hogy kicsit elbeszélgessünk arról, hogy ki mit tapasztalt, melyik régióban, mik azok a dolgok, amikre oda kellene figyelni, hol milyen verseket szeretnek inkább. És hát a hagyományőrzés. Tehát ha egy ilyen kulturális rendezvény keretein belül meg tudjuk mutatni mi vőfélyek, hogy mi igenis a magyar kultúrának megfelelő versekkel és úgymond mondókákkal ezt képviseljük tovább és tovább visszük, ez nagyon fontos üzenet akár a fiatalabbak számára is, hogy ez egy olyan hagyomány, amit majd ahogy mi lassan ugye kimegyünk a köztudatból, legyen, aki átveszi helyettünk ezt a szakmát. A találkozó különlegessége volt, hogy a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Egyesület néptánc csoportja bemutatta a többszörösen díjnyertes ecsedi lakodalmast. A jó étkeket tudja kavargatni, de a boros kancsót is tudja hajtogatni. Idén első alkalommal léptek a színpadra kis főfélyek, hogy bemutassák tudásukat a közönségnek, és reményt adjanak, hogy a jövőben sem vesznek a feledés homályába vidékünk lakodalmas szokásai. Őseink itt éltek, haltak, Kárpátok közt itt maradtak. Hangzott el több alkalommal is a találkozó mottója a nap folyamán, ami azt jelzi, hogy a vőfélyek akárcsak őseik itt szeretnének boldogulni, megőrizni és továbbadni tudományukat. A ceremónia mesterek során végig tekintve nem kétséges, hogy a közeljövőben is lesz magyar vőfé szó a vidéken. A
második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola átriuma zsúfolásig megtelt, szebbnél szebb viseletbe öltözött táncosokkal és muzsikusokkal. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány által életre hívott Szól a fülemüle kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató idén 5. alkalommal várta a tehetséges fiatalokat Kárpátalja minden egyes részéből. A megmérettetés döntőjére 15 produkció kapott meghívást, amelyet egy kétnapos felkészítő tábor előzött meg. Itt a versenyzők a zsűri által javasolt változtatásokat tudták beépíteni az előadásaikba. Most a fülemülénél már harmadszor vagyok itt, illetve volt szerencsém 5 évvel ezelőtt belecseppenni a kárpátaljai, ha lehet így mondani, néptánc mozgalomba, akkor még csak csoportokat látogattam, hogy egyáltalán hogyan, illetve hol tart a néptánc oktatás Kárpátalján, és ez alatt, az 5 év alatt azt kell mondjam, hogy ugrásszerű a változás, és nagy mértékben köszönhető ez, úgy látom, a Petőfi programnak, illetve annak a mentorálási programnak, amit a Hagyományok Háza kárpátaljai szervezete végez most 2. éve, és szerencsém van ebben is közreműködni, úgyhogy valóban látványos az a fejlődés, amit a szemléletmódban is fel lehet fedezni. Az oktatás szemléletmódjának változásában, a színpadi megjelenésben, és egy nagyon jó úton indult el ez az egész mozgalom itt Kárpátalján. A produkciók és a zsűri értékelő szavai után megszülettek az eredmények, és kiosztásra kerültek a díjak, amelyek között számos fellépési lehetőség is szerepelt a Kárpát-medence népművészeti fesztiváljaira. Idén a legjobb szólótáncos pár Beregszászi Fábián Boglárka és Soproni Nimród lett. Felemelő, mi is mondjam, megtiszteltetés, hogy mi nyerhettük meg. Nagyon sokat készültünk rá, minden nap táncoltunk, reggeltől szinte estig. Hát engem nagyon nagy megtiszteltetéssel tölt el, hogy a Summerfestre meghívtak minket. Nekem már régóta nagy álmom volt, hogy oda egyszer eljuthassak. Csak ugye, a szüleim még nem engedtek el egyedül. És hogy most meghívtak, nagyon örülök neki. Kora ellenére kimagasló teljesítményt ért el Jőrös Ádám is, aki hangszeres szólista kategóriában szerezte meg a 2. helyezést. 8 hónapja hegedülök, és... nagyon szeretem a hegedűt. Az idei versenyen résztvevő 420 fiatal a példa arra, hogy Kárpátalján van jövője a néphagyományoknak, s lesz majd, aki méltóképpen tovább vigye ezeket az értékeket. A Kultúrösvény mai vendége Blanár Dávid gitáros. Köszöntöm itt a Váralja kávézóban. Jó napot kívánok! Úgy tudom, hogy épp itt debütált nem is olyan régen az Uljana és Dávid nevű formációjuk. Mit kell tudni erről az együttesről? Az együttesről annyit kell tudni, hogy több mint 2 éve zenélünk együtt. Mióta megismerkedtünk, kb. Azóta zenélünk együtt. Komolyabban nem foglalkoztunk ezzel a formációval, mindig próbáltunk nagyobb együtteseket csinálni, nem túl sok sikerrel jártunk, és rájöttünk, hogy könnyebb nekünk így együtt ketten dolgozni, de ez nem azt jelenti, hogy a jövőben nem szeretnénk egy nagyobb formációt, ez csak egy valami nagyobb dolognak a kezdete. Mit kell rólunk tudni? Annyit kell tudni rólunk, hogy mindketten a Zungvári Közművelődési és Művészeti Iskolát végeztük, Uljana jelenleg fogja végezni, ott ismerkedtünk meg, aztán nekem nagyon megtetszett az ő énekhangja, meghallottam és rögtön rá is írtam. Aztán elkezdtünk együtt zenélgetni, gyakorolgatni, jelenleg itt tartunk, több közös feldolgozást is csináltunk. Egy hónappal ezelőtt kezdtünk komolyabban foglalkozni ezzel a formációval. Milyen stílust képvisel az együttesük, mit szeretnek a leginkább játszani? A mi együttesünk az konkrét stílushoz nem kötött, mert az amerikai jazz standardektől angol nyelven, francia nyelven, magyar és ukrán nyelven keresztül több műfajt is játszunk. A mai popzenét is, modern zenéket,
Tehát ez stílushoz nem kötött, egyaránt szeretnénk megmozdítani a fiatalokat, szeretnénk figyelmet fordítani a könnyű zenére itt Kárpátalján, meg szeretetni ugyanúgy a fiatalokkal is, és ugyanúgy szeretnénk egy zenei kikapcsolódást biztosítani az már az idősebb, műveltebb zeneszerető embereknek is. Ha jól értem, akkor ezek feldolgozások, vagy van önálló alkotásuk is? Ez egy feldolgozás, de most már kijelenthetem, hogy nem sokára meg fog jelenni egy saját dalunk is. Ez lesz az első közös dalunk. Az együttesnek úgy tudom, hogy nem is olyan régen jelent meg videóklipje. Mit lehet erről tudni? Igen, a videóklip az egy három dalból álló mix feldolgozás lett. Hát ezzel szeretnénk bemutatni, hogy kb. Milyen zenéket játszunk, hogyan zenélünk együtt. Három zenéből áll, három helyszínen volt leforgatva a videóklip. Az első részben ugyan egyedül énekel, sétál az utcán, aztán pedig a jelenlegi helyszínen találkozunk. Angol nyelvű videóról beszélünk. Angol és francia nyelvű videó. Az első szám az egy angol szám, a Stand By Me. A feldolgozása, a második dal pedig egy francia, La Vie en Rose, az élet rózsaszínben című dal. Ezt a dal forgattuk le itt a Váralja kávézóban, és aztán a harmadik dal, az pedig már arról szól, hogy együtt zenélünk a város közepén, a város szívében fogunk várni. Hogy jött ez a kötődés a Váralja kávézóba? Úgy olvastam egy újságcikkbe, hogy állandó zenészei szeretnének lenni ennek a kávézónak. Igen, van egy ilyen álmunk, mindenképpen szeretnénk egy törzshelyet, ahol a kárpátaljai, ungvári, magyar közönségnek szeretnénk egy kulturális kikapcsolódási pontot biztosítani, egy zenei kulturális kikapcsolódást. Szeretnénk az a törzshelyünké váljon, hogy jövőben tudjunk kialakítani egy bizonyos közönséget, akikkel együtt tudunk kikapcsolódni, kulturáltan, közben tapasztalatot szerezni egymástól, és még van egy olyan nagy álmunk is, hogy nem csak a közönséget szeretnénk összehozni, de a kárpátaljai fiatal tehetségeket is. Tehát ez a kezdeményezésünk, de mindenképpen szeretnénk majd több zenésszel együtt dolgozni, nagyobb formációkat teremteni. És jelenleg ezen dolgozunk. Van már konkrét terv a jövőre nézve? Dalok esetleg, vagy egyéb elképzelések? A következő lépésünk az két következő lépésünk lesz, két új videóklipünk, nem sokára fog megjelenni. Az egyik az ugye a saját dalunk lesz, amire most nagyon készülünk. A másik pedig az is egy feldolgozás lesz, arról még egyelőre nem szeretnék információt adni. Mikorra tervezik, hogy állandó vendégei lesznek itt a Váralja kávézóban? Mikor láthatja önöket itt a nagy közönség? Nagyon szeretnénk, ha októbertől már a törzsünk lenne a Váralja kávézó. Reméljük, hogy addigra sikerül ezt elérni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok az együttesnek.